Jelenleg is tartanak a szabadtéri színpad felújításának munkálatai. A terület és település fejlesztési operatív programban nyert több mint 1 milliárd forintos, 100%-os támogatási intenzitású beruházás 2017. októberében kezdődött. A felújítás legfontosabb része a kiszolgáló épület teljes átépítése és korszerűsítése, valamint a nézőtér komfortosabb átétele és befogadó képességének bővítése. A nézőtér mintegy 100 fővel fog bővülni, de ez további 50 fővel pótszékezhető, tehát a 846 fő egészen 999 főig fel tud majd menni. Ami a előadások fogadása szempontjából nagyon fontos, a színpad méretének a bővítése, nagyobbítása, a kiszolgáló helységek kényelmének a biztosítása és egyben a létszám növelése, tehát a korábbiakhoz képest majdnem dupla annyi öltözőhelyel tudjuk fogadni a vendégprodukciókat, illetve pihenőszobákat is tudunk nekik biztosítani. A felújítás során a vízes blokk teljesen átalakul. A női mosdók száma 4-ről 12-re bővül, és azokat ezentúl a nézőtér alatt beépítve találja majd meg a közönség. A nézőtér fölött is változások lesznek, ugyanis egy fényvázas tetőt alakítanak ki a szakemberek, amely növényzettel való borítását húzalok segítik majd. Tavaly a szabadtéri színpad 97%-os nézettséggel működött, a jövőben a korszerűbb fény és hangtechnikának köszönhetően pedig tovább bővülnek a program lehetőségek. Olyan hang- és fénytechnikával lesz felszerelve a létesítmény, hogy gyakorlatilag bármi megoldható lesz. Tervezzük is minél inkább multifunkciósra kialakítani ezeket a helységeket. A megfelelő program kiválasztása a célunk, ez nem mindig egyszerű feladat, de koncertek, színházi előadások és akár foci meccsek is újra oda kerülhetnek. A tervek szerint idén májusban befejeződnek a felújítási munkálatok. Ezt követően tesztüzemben működtetik a létesítményt, majd augusztusban megnyitják a nagy közönség számára is, akik idén egy előadás alkalmával élvezhetik az új, modern, komfortos szabadtéri színpad nyújtotta élményt.